Szia, Ibolya! Szia, Imrén és Sala Galambosi! Nem, most jól hang. Jó, köszönöm. Tüsszeljünk meg, hogy mi baja. Fogadom meg. Most jó. Na és vajon fogom egy kicsit megdinsztelni a zöldséget. Aztán nem égett le a hajam. Talán nem, mert nagyon nagy hőtőnek tettem ki most. Nem, spórolunk a vajjal, finom íze van a vajnak ehhez, és megpirítjuk egy kicsit a zöldséget, és sziasztok, puszi mindenkinek. Most jó a hang már? Akkor jó. Vegyes a hang? Még mindig? Hát ez nem lesz így jó. Na mindegy. Vaj? Mehet rá zöldség. Nem teszem bele az egészet. Ez 650 gram. De csak a felét tettem bele. Úgyhogy... Fagyasztok. Megsózom. És kicsit hagyom, hadd össön össze, és akkor utána pedig mehet rá a tej, tejszín, és keresek fokhagymát, onnan álljak oda, hogy ne zavarjanak itt benneteket. Incike nem hagyja abba, abszolút olyan kitartó. Lehet hozott egy jegeret. Szagász, jó? Kapom itt az instrukciókat, hogy miket nem csináltam meg. Szia, Mária! Szia, Erzsébet! Szia, Józsefné Molnár! Nem teszünk erre hagymát, csak fokhagymát. Egy kicsit, hogy azért mégis legyen egy kis kellemesebb íze, ne csak sima zöldség. Lassan ki is olvad. Ja, mondtam, hogy a héten főzelékek lesznek és köretek. A húsi mellé. Nem főzök túl sokat, ezért ebből a főzelékből, és majd csinálunk másikat. És... Egyébként nagyon finom volt a krumpli, próbáljátok meg, csináljátok, mert nagyon finom volt. Az a krumpli, amit múltkor csináltam, amiben uborka is volt és kapor, és az is nagyon finom köretnek, de ez meg még finomabb. Úgyhogy én nagyon ajánlom. Valaki, egyszer próbáljátok ki. Kicsit több előkészülődéssel jár, de szerintem nagyon, nagyon finom. Amit tegnap csináltam, arról beszélek, nem tudom, láttátok-e már. Szia, Máté László és Ivoja. Mi lesz a vacsi? Egy ilyen zöldségből, háromféle zöldségből készült főzelék lesz. Van benne sárgarépa, van benne egy ilyen citromsárga színű répa, ez a fehér répa és a sárgarépa keresztezése, vagy keresztezése, és brokkoli.
gondoltam, legyen egy kicsit másabb. Ezt előszeretettel használják az osztrákok. És tejszínnel húzzák föl általában, és akkor ilyen sültek mellé adják szintén, mint ahogy mi, vagyis én fogom. Most már egy kicsit megkerült már más só, és fokhagyma, és most ráteszem a tejet. Nem sok tejet tettem rá, még nem lett el teljesen. Kerül bele tejszín is majd, meg még vizet is kap, hogy ne legyen annyira zsíros, mert ugye ezeknek a tejük is, meg a, hát mutattam tegnap a tejszín is, micsoda zsíros, úgyhogy egy kicsit fel kell hígítani vízzel, mert aztán nagyon-nagyon erős tejíze lesz. Hát, talán még egy picike. És akkor... Én nem teszek bele mást, mint a szerecsendiót most, jó? Megtalálom. Megvan. Ez elég gyorsan készen lesz egyébként. Na. Na, mi van? Ugye szerecsendió minden egyes olyan ételben, ami van tej vagy tejszín, nagyon jól ízt ad. Ennyi. Hagyjuk meg a zöldségeknek az ízét. Cike feladta. Azt hiszem legalábbis. Na, földögé, én hozok ide egy tányit. És meséljetek, miket főztetek a héten. Mi a tervetek? Nekem főzelékek lesznek a terveim, meg már ugyanék egy süteményt, egy jó krémes süteményt. Szia Zoltánné, lehet, hogy egy sima tortát fogok csinálni, amit én szoktam narancskrémmel, vagy citromkrémmel, tudjátok, én főzött krémmel, mert nem az édes ízvilágra vágyok, hanem arra, nem tudom, tehát csak az édességre krémmel és tésztával, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy valami ilyesmit fogok készíteni a héten. Hozom a tejszínt. Valamikor, nem tudom mikor, mert aztán nagyon-nagyon be vagyok táblázva. Úgyhogy... Nem tudom, hogy mikor. De tervben áll. Látjátok? Ez a tejszín. Ilyen a tejszín az osztrákoknál. Ilyen zsíros. Székelykáposzta van nálatok Erzsével. Tök főzelék. Azt is finom, azt is nagyon szeretem. Majdnem cukkinit hoztam egyébként, hogy egy cukkini főzeléket készítek nektek. Ugye az olyan, mint a tök főzelék gyakorlatilag. Csak egy kicsit talán, hogy jellemezzem, nem annyira tökös az íze. Nem tudok mit mondani. Kicsit azért más az íze, de egyébként rengeteg kaporral készül az is, és ugye van benne pici cukor, és a szavarelám tejföl miatt egy kicsit savanykás és édes, és gyakorlatilag olyan, mint a tökfőzelé, csak mondom, nem annyira tökös az íze. Na. Ezt jól megmondtam, igaz? Szóval benne van egy tejszín, és benne van egy picit tej, meg víz, de ti úgy csináljátok, hogy akarjátok, akár csak tejszínnel is lehet, hogy csak tejjel. Most
gyorsan fölforraljuk, megnézzük, hogy mennyire fölt meg a zöldség, és én egy picit fogom csak belisztezni. Erre nem kerül most rántás, ez egy ilyen sima kis főzi lesz. Nem kerül bele rántás most. Ugye, mert a tejszín már alapból fogja sűríteni, és nem teszünk ezért bele, és megint jó sok a leve, mert én a levét szeretem a főzeléknek, és igazából nem a benne lévő dolgokat. Karalábé főzelék volt ma, a hétvégére maradt sült oldalas mellé. Ugye? Hogy a sültekhez milyen jó az? Vagy a sült oldalas mellé paradicsomoskáposztát csináltam volna, de csak ez köztünk legyen szólva, mert az úgy ez a kettő együtt, hát az a, megint ez a kategória, ami hol lesz fogyál, hol lesz fogyál, és mindig teszünk az, és sosem végzünk vele, és eddig-eddig esszük magunkat, ugye? És én édesen eszem a... ez sok is már. Én édesen eszem a paradicsomos káposztát is. Úgy szeretem. És hát meg a sós, sült. Hát, igen. Ilyen egyébként nagyon más országoknak a konyhájában nem is nagyon van, hogy főzelék például szerintem nagyon sehol nem ismerik. Az osztályok is, ha főzeléket készítenek mondjuk zöldbabból, olyat láttam már tőlük, a szezon kívül nagyon semmit. Zöldbabból, ha készítenek egy főzeléket, akkor ahhoz is kockáznak szalonnát, és nagyon-nagyon kevés szaftja van, tehát inkább csak a zöldség van, kicsit fölhúzva, mondjuk, hát talán tejszínnel. Na tessék, most élő sincs, egyszerű. Jó. Szóval ennyi a főzelékről kint Ausztriában. Nálunk viszont rengeteg féle főzelék van. Na, majd meglátjuk, hogy ez mennyire lesz elég. Eléggé forr ez a valami. Még azért kell fölni a zöldségnek egy kicsit, szerintem. És elfogyott a kanala. Megkóstolom, hogy mennyire sós vagy. Nem szereted a paradicsomos káposztát, Ildikó? Akkor azért csinálták fel a lábé főzeléket. Viszont én azt is nagyon szeretem. Még egy picit kell neki. Meg só. Nem sok már. És nem tudom, szerintem talán egy pici lisztet még teszek ide. Szép estét, Judit! Ildikó, kár, hogy nem szereted a paradicsomos káposztát, mert az szerintem nagyon finom. És mi baj? A káposztával van bajod, vagy a paradicsommal, vagy úgy együtt a kettővel? Egyébként sokan nem szeretik a paradicsomos káposztát. Na. Nem sok kell már neki, most ma nem lesz nagy főzés. Ne haragudjatok, de elég későn indultam neki, most egy meetingen voltam előtte, és alig akart vége lenni, vagy hát nem az, hogy alig akart, hanem
Hát kicsit több mint a fél óra ment. Te imádod, Judit, a főzelékeket. Olyan sokféle főzelékünk van. Tudom, hogy van abból a krumpli főzelék, azt is többféleképpen meg lehet csinálni. Alapból a főzelékeket többféleképpen meg lehet csinálni. Teljesen más íze van a berántva egy főzeléknek, mint behabarva. Vagy ha meg egyiket sem választod, akkor meg ugye magával sűríted, magával, ami benne van, abból veszel ki, és összetúrmixolod, és be tudod sűríteni a főzelékeket. Hát ugye a krumpli, borsó, abból van ugye a finom főzelék változat, akkor van a karalábé főzelék, a pajzsmos káposzta, a lencse, a bab, száraz bab és fejtett bab, és akkor van még a vágott bab, a sárga hüvelyű bab, vagy abból a zöld, és akkor van még a spenót, a sóska, amit szintén főzeléknek hívhatunk, a sárga borsó főzelék, ami beton főzelék, a lencsét mondtam talán, és akkor vannak még az ilyenek, hogy sárgarépa főzelék, cukkini főzelék, tök főzelék, rengetegféle főzelékünk van. Kelkáposzta. Ja, és a kelkáposzta főzelék például. Igen. A kelkáposzta főzelék, ami nem annyira a kedvencem, bár ha úgy készül, hogy én készítem, akkor azért egyszer, max. Kétszer eszek belőle, de annyira nem. A kelkáposzta az nekem annyira nem jön be főzelékként. Az összes többi viszont egészen. Még ugye a betonfőzelék, a sárga babfőzelék az még, ami hát annyira jellegzetes íze van, hogy abból, mintha egy évben egyszer vagy kétszer eszünk szerintem, de talán más sem eszik sokkal többször. Na, rengetegféle főzelék van. Milyen főzeléket nem mondtam még. Sokan csinálnak azért a céklából főzeléket a gyerekeknek. Én ugye levest készítek belőle, nem csak a borslevest, hanem a sima céklakrémlevest, és nagyon-nagyon finom, ha valaki szereti a céklát. Nézem, hogy nincs net. Nagyszerű. Kóstolom, hogy elég lett belőle a só. Igen. És nem kell hozzá több sűrítés, mint ez, mert már alapból kezd besűrűsödni. És kiteszek a léből ide. Gyorsan összekeverem. Nem így szoktam habadni egyébként, de így is lehet. Bele szoktam csurgatni a liszt és a vízkeverékét. Nem lett annyira sűrű, viszont szerintem teljesen elegendő ahhoz, hogy főzeléknek hívjuk. Csak petrezselymet vágok össze bele, hogy finomabb legyen. És egy ilyen naturize van. Én tennék bele cukrot, de úgy döntöttem, hogy nem teszek, mert nem csak én eszek belőle. Majd teszek a sajátoméba. Na, valamennyit megmentettem ebből a petrezselyemből. Ha valakinek kedve szottyan egy kis főzelékre, hát ilyet is lehet készíteni, lehet kapni a boltban ilyen vegyes keveréket, hogy magyarban lehet-e, azt nem tudom, de végül is két zacskóban már biztos, hogy lehet.
Ugye mondtam a múlt héten a fogyisban, hogy nagyon jó, ha fogyasztunk zöld ételeket is, például a brokkoli. Én most például csomó rukkolát tettem a szendvicsembe, amit ettem, és nagyon jól esett. Az első, a legjobb zöld növény a rukkola, amit megeszünk, az viszi be a szervezetbe a legtöbb mindent, ami egy zöld növényben benne van. De ha gondoljátok, nézzétek meg, ha nem láttátok a fogyókúrás csoportba, mert egész érdekes dolgokat fedeztem fel. Ilyesen szerintem a paradicsommal van gondod, és a paradicsom leves kívül nem szoktam paradicsomos ételt csinálni, és leves sem sűrűn. Finom, az nagyon, én is szeretem nagyon a készen is vagyunk. Én is nagyon szeretem a sóskát, az egyik legfinomabb mártás szerintem, ami létezik a mártások közül. Na, akkor nézzük, hogy mibe teszem ki, hogy megmutassam. Talán ebben jól fog mutatni. Ezt elviszem innen. Meg ezt is. És letörlöm az asztalt. Mondom, amit csinálok. Nem is vagyok. Hogy szokták mondani? Sárga lapos, sárga lap. Ti most így azért olyan korombeliek vagytok, mint én, azok, akik egy kicsit ilyenek voltak, mint én, azoknak azt szoktam, hogy adunk egy sárga lapot, aztán közlekedhetnek vele. Hipnél dolgoztam 25 évet nyugdíjas mellett bioételeket csinálnak, még most is biozöldségekkel dolgoznak. Azok a gyermekételek, gondol, az a hip, azt hiszem, nem tudom, én soha nem vettem a gyereknek, de egyébként azt hiszem, hogy az. És ez nagyon jó tőlük, hogy ilyen, így ilyenekkel dolgoznak, legalább a gyerekek kapják meg kiskorba, igen, ami kell nekik. Kicsit több. Na nézzük. Na. Hát ilyen lett. Egészen sűrű lett egyébként. Besűrűsödött. Nagyon szépek. Azt mondjam, mindjárt inkább odaviszlek benneteket szerintem. Ez jobb lenne. Fincsi illata van, és az íze is nagyon jó. Szép estét, Katalin. Készen vagyunk. Így néz ki. Ma csak a főzelék sült hús mellé, mert tegnap elég sok húsit ettünk. Bár így is eszünk húst ugye a főzelék mellé, de azért a főzeléke mégsem olyan sok húst fogyasztunk el majd. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Gyertek be a fogyis csoportba, aki még nincs benn, és nézzétek meg az utolsó előtti adásokat, azok már egészen érdekesek, tehát próbáltam nektek összeszedni dolgokat. Nem csak azoknak hasznos, aki fogyni szeretne, vagy ezzel az étkezési módszer, amit én csinálok, ezzel étkezni, hanem azoknak is, akik kicsit azért mondjuk már, mondjuk eddig vannak az ételekkel, mert nagyon, én is voltam ilyen sokszor, hogy mit egyek már, mert már totál nem kívánok semmit sem. Ott van egy kis az utolsóban útmutató, hogy mit érdemes esetleg fogyasztani azért minden nap. Na, szóval akkor van a nagymama csoport még pluszba, gyertek oda is be, és rakjátok föl az ételeiteket, hihetek el, nagyon jól fogadja még mindenki, és senki nem
mondott csúnyát semmelyik ételről sem, nem úgy, mint más csoportokban, remélem, hogy milyen képes sem fog ilyen előfordulni, tehát ne kell még arra is már figyelni, elég, hogyha itt kell egy kicsit moderálni a csoport egy-két tagját. Aztán van a YouTube csatorna, ahol hát nem akarok hazudni, de lassan 700 darab recept van fönt, ebből mondjuk jó, az utolsó élő adások azok mind fönt vannak, de az előtte lévő 2-3 perces videók, beütsz valami ételt, fogsz valamit találni, biztos vagyok benne, mert körülbelül egy olyan 300 recept biztos, hogy van fönt. Ezekből befőzések, sütések, kovászos kenyér, sima kenyér, és házias ételek, egy-két sütemény is van fönt, úgyhogy nyugodtan hideg-meleg ételek, nézzetek körül, még talán azt hiszem házi sonkát is készítettem csirkemellből, tehát amit tudsz szelni és el tudod vinni, tehát hogy a szalámi gyanánt. Ilyen dolgok vannak fent, és nem hosszúak a videók, mert a 2-től a 6-8, max. 10 percig vannak a videók, és egyre jobb minőségek, ahogy fejlődtünk. Ezt azért vegyétek majd figyelembe. És ott fel kell iratkozni, és akkor ott is kaptok értesítést, hogyha van valami új fejlemény fönt a csatornán. És akkor vannak a csillagok, amiket nagyon szépen köszönök, ha küldtök nekem, aki küldött már annak is, és aki fog annak is, nagyon szépen köszönöm. Ezzel segítitek a munkámat. Ha a YouTube-on is nézitek a dolgainkat akkor is, és nagyon szépen köszönöm, mert rengetegen nézitek, úgyhogy azért haladunk, és egyre többen iratkoztok oda is föl. Köszönöm szépen, mert ez itt nem keresünk pénzt gyakorlatilag, csak a YouTube-bal valamilyen szinten, ami gyakorlatilag egy nem sok mindenre elég, úgyhogy, de azért mégiscsak valami, hogy itt dolgozok, itt vagyok veletek, attól függetlenül, hogy én nagyon szeretem csinálni, és nagyon szeretek mindenkit, aki itt van velem. És hát osszátok kérlek benneteket a videóimat, és ha megosztottátok a saját hozzászólásotokba, kérlek írjátok be, hogy kukac, a jelet, tudjátok, és kiemelt megjelenítés, és akkor mind nagyon sokan látják, és egyre többen fogunk feliratkozni, és ennek hatására, hogy ti megosztátok, tényleg nap mint nap vannak feliratkozók, nem kevés, úgyhogy haladunk a 15 ezer felé, már nem sok kell, úgyhogy aztán legyen egy másik cél, majd a 20 ezer, és a többi, és a többi. Mert ezt nyit szeretem oda elmondani, de a fogyós csoportban fönt vannak a linkek, meg szerintem itt is fönt vannak a linkek a víztisztítóról, a hidrogénezőről, van drágább is, és van olcsóbb is, meg kell, körül kell nézni. A weboldalakon, a linken keresztül bementek, és akkor még szintén segítitek a munkámat azzal, hogy a linken keresztül mentek be. Nektek semmibe se került többen, mindenképpen úgy kapnátok meg az árut, úgyhogy én pedig, hát nyilvánvaló, ez nem titok, némi nemleg részesülök abból, amit ti vásároltok, de ez így megy manapság. Szóval, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, főzelék, van benne sárgarépa, egy fehérrépa és sárgarépa keveréke, és brokkoli, és tej, tejszín és víz hozzáadásával és fokhagymával készült, egy pici szerecsendió van benne, és só, és egy icipici lisztet habartam be, de ha nagyon türelmesek voltak, akkor be se kell habarni, mert a tejszíntől gyakorlatilag besűrűsödött. Úgyhogy ha megcsináljátok, akkor örülök, és ha fölteszitek azt is, hogy megcsináltátok a nagymamába, annak meg még jobban, úgyhogy hát hajrá! Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, jövök hamarosan, és leszek. Puszi! További szép estét, sziasztok!